Az endingekben arról beszéltem, hogy mi az, amit ne tegyél, vagy nagyon ne tegyél. Mostantól viszont arról lesz szó, hogy mi az, amit tegyél. Ha egyedül maradsz, muszáj magad köré embereket gyűjtened, akik be tudnak segíteni olykor-olykor. Azaz fontos, hogy építs egy csapatot magad köré. Kik lehetnek a csapatod tagjai? Hát első körben természetesen mondjuk a nagyszülők, a családtagok, rokonok, hogyha vannak köztük olyanok, akik hajlandóak ilyesmire. Lehet, hogy meg kell fontolnod, hogy akár visszaköltözz a szülői házba, és egy ideig ott lakjatok, mint egy ugródeszkának használva ezt a lehetőséget. Lehet, hogy akad egy nagyon kedves nagynéni, aki mondjuk, ha anyukát nem is tud pótolni, de egy női szerepmodellt tud adni a gyerekeidnek. A szerepmodellekről majd lesz szó nem sokára. Lehet, hogy barátok be tudnak segíteni esetleg ebben, abban. Nagyon fontos egyébként, hogy megválogasd ezeket az embereket, és olyanokat gyűjtsél magad köré, akik pozitívak, támogatnak, segítenek téged, és nem pedig lehúznak és destruálnak. Fontos lehet egy babysitter, vagy nyilván a bölcsöde, az óvoda, akik át tudják vállalni a gyermekfelügyelet terheit. Ez egy láb, amin muszáj állni. Legyél nyitott a meglepetésekre, nem tudhatod, hogy hol találsz olyan együttműködést, amire nem is számítanál. Lehet, hogy egy kedves szomszédnéni, vagy egy jó óvónéni, tanítónéni, szülőtárs, akivel valamilyen közös dolgot meg tudsz beszélni, ami neked is könnyebbség, meg esetleg neki is. Lehet, hogy jobban lesz a kisfiad a büfés nénivel, és akkor a büfés néni mondjuk lehet, hogy egy negyed órával tovább tudja felügyelni, amíg te megérkezel érte mondjuk a munkából. Tehát légy nyitott, és légy nyitott a kapcsolódásokra, és ezek a kapcsolódások nem feltétlenül csak arról kell, hogy szóljanak, hogy mások mit tudnak neked segíteni, hanem hogy te hogy tudsz segíteni másokon. És itt jön be az, hogy adakozz, mert hogy van adnivalód neked is. Lehet, hogy fel tudod ajánlani azt, hogy nem tudom én, a szomszédék kisgyerekét te vidd el az iskolába, mert hogy neked még van hely az autódban, vagy esetleg a hazafuvarban segítsél valamit, és cserébe ők is valamit fel tudnak ajánlani, ami viszont neked könnyebbség. A másik jó oldala az adakozásnak, hogy ez egy nagyon jó példát mutat a gyerekeknek arról, hogy adni jó, és hogy ez egy fontos dolog. A harmadik pedig az, hogy tulajdonképpen neked is egy önbecsülést ad, hiszen ez pont kiránt abból az áldozati állapotból, hogy hú, én vagyok bajban, és nekem segítsenek, hanem hogy te is tudsz hatóképesen másoknak a javára tenni. Ugye nem az gazdag, akinek sok pénze van, hanem az gazdag, aki tud adni abból, amilyen van. És te is tudsz adni abból, amit van, akármilyen kevés is az, és mindig lesz olyan, akinek még kevesebb van, mint neked. Tehát adakozz. Lehet, hogy találsz magadnak egy olyan közösséget, akikkel közös az érdeklődésetek, a hobbitok, netán egy vallási közösséget, ahol barátokra lesz, és a saját világképettől függően gondolhatsz arra is, hogy lehet, hogy a jóisten, vagy a sors, vagy ki tudja milyen világunkat igazgató erők nem véletlenül tettek téged ebbe a helyzetbe. Lehet, hogy ez a mostani helyzet nehéznek tűnik, de lehet, hogy 10 év múlva visszatekintve hálás leszel ezekért a nehézségekért, és meglátod az értékét majd. Engedd el azt az illúziót, hogy te tudsz egyszerre anyja és apja lenni ennek a gyereknek. Te csak legyél az, aki vagy, az anyukája vagy az apukája, és keress pozitív szerepmodelleket a hiányzó szülőtársból valamit pótolandó. Nagyon jó az, hogyha mondjuk válás után vagy, és a másik szülővel tudsz jó együttműködő kapcsolatban maradni, mert akkor ez a szerepmodell ez megvan. De ha ez nincs így, mert mondjuk bántalmazó, nagyon destruktív a másik,
vagy egyszerűen csak elhanyagoló, tehát így hol van, hol nincs, tulajdonképpen nagyon rossz üzenetet közvetít a gyerekek felé. Akkor viszont szükség van arra, hogy keres valakit, aki pótolni tud belőle valamit. Hogyha az apuka hiányzik, akkor ez lehet egy férfi családtag, nagybácsi, nagypapa. Hogyha a nő hiányzik, akkor női családtagot keresni természetesen. Egyébként az egyedülálló apukák kicsit előnyben vannak, mert hogy őket úgy nagy általánosságban például az oktatási rendszerünk segíti olyan módon, hogy általában női pedagógusok, óvónénik, gondozónénik vannak, tehát nekik erre talán nem kell annyira nagyon odafigyelniük. De egyedülálló anyukaként lehet, hogy ha meg tudod válogatni, érdemesebb mondjuk tanító bácsit próbálni keresni, vagy edzőt, aki férfi. Ugyanakkor nagyon figyelj oda, hogy ki az, akit a gyereket közelébe engedsz, mint pozitív szerepmodellt, hogy valóban pozitív szerepmodell legyen, valóban jó példát tudjon mutatni a gyerekednek. Tehát nem elég csak az, hogy férfi vagy nő, hanem egy tiszteletre méltó, jó személyiségű ember is legyen egyben. Hogyha tudsz kapcsolódni olyan kétszülős családokhoz, ahol jól működik a párkapcsolat, fontos, hogy a gyerekeid lássák, hogy lehet ezt jól is csinálni, vagy lehet harmonikusan is együtt lenni családként úgy, hogy mind a két szülő ott van. Ez egy fontos élménye tud lenni a gyerekeidnek majd.